Több mint 1200 okosóra Miskolcon, az önkormányzati intézményekben ezekkel mérik a fogyasztást. Félmilliárd forint, tovább javul a fogyatékkal élő gyerekek iskolai nevelése felzárkóztatása. Rózsák és szívek minden mennyiségben, Valentin napján minden a szerelmesekről szól. Köszöntöm híradónk nézőit, következenek a részletek. Okos mérőket telepítettek Észak-Magyarországon egy mintaprogram részeként. Miskolcon már több mint 1200 okosóra van. Mostantól minden önkormányzati intézményben és 650 bérlakásban ilyen berendezések mérik az energiafogyasztást. Miskolc önkormányzata évente 3 milliárd forintot költ a város intézményeinek energiaszámláira. Az okosórák a víz, távfűtés, áram és földgáz fogyasztását mérik. Ebben a miskolci panellakásban egy kétgyermekes család él. Bújdosó Lászlóék vízmérője már szó szerint okos műszer. Ezek itt már ilyen okos vízmérőolák, ez körülbelül egy fél évvel ezelőtt szerelték be. Elvileg most már nem kell ezeket bediktálni, hanem automatikusan megjelenik elvileg a rendszerükbe. Nem csak a vízfogyasztást, hanem a földgáz, a távfűtés, illetve az áramfogyasztást is lehet mérni mostantól ilyen berendezésekkel. Ezt pedig egy webes felületen is figyelemmel kísérhetik majd a fogyasztók. Itt látszik egy hónapra visszamenőleg az a villamos energia, amit megtermeltünk, és úgy látszik például a környezeti hőmérséklet a megtermelt energiával együtt. Miskolcon már több mint 1200 okosórát szereltek fel. Mostantól minden önkormányzati intézményben és 650 bérlakásban is ilyen berendezések mérik, többek között a vízfogyasztást. Így nem kell várni a leolvasót, a fogyasztás tervezhető és ellenőrizhető. Miskolc önkormányzata évente 3 milliárd forintot költ a város intézményeinek energiaszámláira. Ha ezt folyamatosan tudjuk követni, menedzselni, ez nagyon fontos a város számára, tehát igazából ezért koncentráltunk a városi intézményekre első körbe, hogy lássuk azt, hogy hogy lehet csökkenteni magát a fogyasztást. A programban kiemelt szerepet kapott az Észak-Kelet-Magyarországi régió, ahol az elmúlt időszakban közel 20 ezer régiórát cseréltek okosra. Nyíregyházán 700 otthonban váltottak okosmérésre, és 16 ezer ingatlan távfűtését és meleg vízfogyasztását mérik a hálózat segítségével. Az okosmérésnek az előnye, hogy mindenki a ténylegesen mért mennyiség után fizet, tehát egy újfajta elszámolási rendszer is életbe lép az okosmérés által. Jelen pillanatban a KOM több mint 100 ezer végpontból rendelkezik mérési adatokkal. Idén az év második felében elkészül egy záró tanulmány az Európai Unió számára. A szakemberek azt szeretnék, hogy a mostani kísérleti program az okosmérők országos elterjedését is segítse. Tovább javulhat a sajátos igényű gyerekek iskolai nevelése, illetve fejlesztése Borsod-Zemplén megyében. A miskolci tankerület fél milliárd forintot nyert pályázaton. A több mint három éves programban a súlyos és halmozottan fogyatékos gyerekek iskolai nevelését, integrációját és a pedagógiai szakszolgálatok fejlesztő tevékenységét támogatják. Folytatódhat a különleges gondozást igénylő gyerekekkel foglalkozó intézmények felújítása Miskolcon és a megyében. A miskolci tankerület fél milliárd forintot nyert el egyik pályázatán. Azért különleges ez a pályázat, mert nagyon érdekes a célcsoportja. A gyógypedagógiai tevékenységet célozza a szakszolgálati tevékenységet ezen belül, annak tulajdonképpen nagyon sok ágát, például a korai fejlesztést, amit ki tudnék emelni, valamint a súlyos és halmozottan fogyatékos tanulókat, ami az Éltes Mátyás Általános Iskola tekintetében valósul meg. Tehát ezért is nagyon fontos ez az 500 milliós összértékű pályázat. A programot az Emberi Erőforrások Minisztériuma finanszírozza. Miskolcon többek között az Éltes Mátyás óvodát és iskolát érinti. Ezt az intézményt a város 2017 végén már elkezdte felújítani. Akkor 163 millió forintot költöttek rá. Két új akadálymentes rámpát és egy akadálymentesített mosdót is kialakítottak, valamint hőszigetelték az épületet. Ez több mint 140 gyerek mindennapjait tette komfortosabbá. Vannak olyan szakemberek, akik felvállalják ezt a munkát, és időt, fáradtságot nem kímélve, szabadidőt is beletéve, nem csak munkaidőt, elvégzik azokat a feladatokat, amelyel a sajátos nevelésű, a halmozottan hátrányos nevelésű gyermekeknek a felkészítését, és kimerem mondani a teljes életre való
előkészítését vállalják. De nem csak a miskolci Éltes Mátyás iskolát érinti a projekt, hanem a megye egészét. 40 helyszínen fognak megvalósulni fejlesztések, programok, és amire nagyon büszke vagyok, és örülök, hogy végre az Éltes Mátyás óvoda és iskola is megújul, hiszen nem mindenkinek adatik meg, hogy ilyen szép iskolában tanuljon, de szeretnénk, ha minden gyerek olyan környezetben, még ha sajátos nevelési igényre is van rászorulva, olyan környezetben tanuljon, hogy jól érezze magát. A rendezvényen egy fogyatékkal élő, de kiváló zeneiséggel rendelkező fiatal is színpadra lépett, hogy bizonyítsa, minden gyereknek esélyt kell adni, hogy megmutassa a benne rejlő tehetséget. A több mint 3 éves program célja is az, hogy segítse a sajátos nevelési igényű gyerekek fejlesztését. Májusban életbe lép az Európai Unió új adatvédelmi rendelete. Az interneten tárolt adatok szabályozása már 2016. áprilisa óta hatályban van. Az új szabályozás azonban újabb feladatokat jelent a munkáltatóknak, ezért a BOKIK tájékoztató előadást tartotta vállalkozásoknak az adatkezelés szabályairól. Ha ugyanis május 25-ig nem készülnek fel a rendeletre, akkor komoly büntetésre is számíthatnak azok a cégek, akik nem a rendeletnek megfelelően kezelik az adatokat. A személyes adatok kezelésével kapcsolatban elég sok szigorú jogi és informatikai szabályozást vár el a cégek életén belül. Sokkal komolyabban kell ezeket venniük, hogy hogyan tárolják a munkavállalóknak és az ügyfeleknek az adatait. Minden olyan szervezetre vonatkozik egyéb iránt, akinek legalább egy Európai Uniós ügyfele, vagy állampolgára, vagy munkavállalója van. Törnek a fák ágai a bükkben lehullott hó súlya miatt. A károkat folyamatosan mérik fel. A meteorológiai szolgálat Lilafüred Jávorkút állomáson 43 cm-es, Bükkszent kereszten 35 cm-es hóvastagságot mért. A következő felvételt az egyik közösségi oldalon osztotta meg egy Bükkszent László felé autózó, neki szerencséje volt. Tavaly áprilisban több száz köbméternyi fa dőlt ki a Bükkben, több útszakasz akkor járhatatlan volt. A katasztrófa védelem szerint a helyzet most nem ilyen súlyos, de aki teheti, kerülje el ezeket az utakat. 3 drogkereskedőt fogott el a rendőrség a napokban Miskolcon. A Szondi György, a Malomszög és az Andrássy úton árulták a kábítószereket. A rajtaütéskor egy éppen vásárló fiatalt is elkaptak a rendőrök. A bűnmegelőzési osztály vezetője szerint a klasszikus drogokat felváltották az új, sok esetben teljesen ismeretlen összetételű szerek. A bűnmegelőzési osztály különböző fórumokon igyekszik felhívni a fiatalok figyelmét ezeknek a szereknek a veszélyeire, de a szülők is sokat tehetnek gyermekeik védelmében. Külső jelek is vannak. A gyermek zavart viselkedése. A gyermeknek a külső megjelenési formájában az, hogy nem figyel annyira, látszik az arcán, szemén, beesett folyás, vagy pedig letalántál a szemben béresszem, vagy hasonló módon elváltozások, ezek utalhatnak erre is, és jó ide-óra figyelni erre, és ennek megfelelően a szülői háttérben elbeszélgetni, és esetlegesen intézkedést kérni. Február 14-e a szerelmesek napja. A Bálint vagy Valentin nap ugyan nem piros betűs ünnep, de az biztos, hogy az egész nap ez a szín dominál. A virág és ajándékboltok forgalma is megnőtt, a legtöbben még mindig főleg a vörös rózsát viszik, de ezen az estén az éttermek is teltházzal üzemelnek. A legtöbb helyen külön Valentin napi menüt állítanak össze. Gyönyörű színek, hangulatos dekoráció, ez a virág és ajándékbolt kívül és belül is azt hirdeti, hogy ez a szerelmesek napja. Rózsák minden mennyiségben, és persze az uralkodó szín továbbra is a piros. Itt az a kérdés, hogy szeretnél neki egy pár rózsát esetleg többfele szétpakolva? A választás nem könnyű, ebben az üzletben idén is a vágott virág a legnépszerűbb, de egyre divatosabb a virágdoboz is.
Pár éve megjelentek a virágdobozok, virágboxok, szerintem az a másik legjelentősebb termék most a valentinnapi kínálatban, amit lehet tisztán rózsából, vagy akár vegyes virágokból is elkészíteni, úgy talán egy picit kedvezőbb az ára. A virágdoboz ráadásul sokkal tartósabb, mint a vágott virág, sőt, még egy kis édességet is lehet csempészni a rózsák mellé. A lényeg persze a gesztus, és az, hogy ezen a napon egy picivel több szeretetet adjunk, mint máskor. A serpenyőbe pirítjuk, hogy lopogjon a bőre. Virág helyett, vagy akár ajándékozás után sokan döntenek úgy, hogy ezt a különleges estét nem a konyhában, hanem étteremben töltik. A vendéglátóhelyek készülnek is a szerelmesek napjára, külön menüt állítanak össze. Ebben a belvárosi étteremben csilis gyömbéres édesburgonyakrémlevessel, csirkemellel, sertéstarjával, illetve barna sörös brownival várják a párokat. Én azt gondolom, hogy az étterembe járás az egyébként is valentinnapon nagyon jó, mert az emberek, tehát a párok egymással tudnak foglalkozni, a konyhában kell tölteniük az idejüket, tehát szerintem alapvetően is sokan lennének. Egy valentinnapi menü, ez hozzá egy kis ünnepélyességet. Bálint naphoz egyébként az ajándékozás és a szerelem ünneplésén túl több néphiedelem is kötődik. Vannak meglehetősen bonyolultak, de egyszerűbbek is. Az egyik ilyen például, hogy a reggeli szerelmes csók szerencsét hoz. Szerintünk az esti is. Farsangi vidámság törte meg a Tompa Mihály könyvtár csendjét, Nyírő József Halhatatlan élet című regényéből népi vígjátékot állított össze Kulcsár Székely Attila színművész. Persze, csak a regény első 90 oldalát használta. Hogy amíg a nagy szerelemtől a harisa meg nem húgytjan az ilamon, addig nekem adjon békén. Az első szerelem, a házasságkötés és az apává válás meghatározó pillanatok egy férfi életében. A furfangos Székely fiú esetében sincs ez másként. Dani családalapításának történetéből készült a népi vígjáték. Az előadást a farsangi időszak alkalmából tartották a Tompa Mihály könyvtárban. Nagyon örülünk, hogy azért nem csak a kicsiknek, a nagyoknak is tartanak, úgyhogy én nagyon örülök ennek a farsangnak, mert a felnőttek is azért szeretnek mulatni, szórakozni, és nem érezzük magunkat időseknek. Nyírő József Halhatatlan élet című regényének első felét követhették nyomon az érdeklődők Kulcsár Székely Attila színművész tolmácsolásában. Amikor ezt az előadást létrehoztam, akkor a humor volt a fontos. Ez a regény első 90 oldalából van összeállítva az előadás anyaga. Sajnos a regény folytatása már nem annyira vidám, mint az elején, utána már bojzas kis Dani elkerül a háborúba, eltűnik, nem lehet tudni, stb. Már jönnek a problémák. A farsangi délutánnal elsősorban a szépkorúaknak szerettek volna kedveskedni a szervezők. Így jött közösen az ötlet, hogy farsang alkalmából ne csak a gyermekek, óvodások, iskolások élvezzék ennek a jó kis hangulatát, hanem gondoljunk az idősekre, a szépkorúakra is. Az előadásra főleg a Martin Kertvárosi Nyugdíjas Klub tagjai látogattak el, körülbelül 40-en voltak kíváncsiak a farsangi népi vígjátékra. Miskolcon már csak nem minden óvoda bekapcsolódott az MLS utánpótlás nevelési programjába. Miskolc Ovi Körzet Fesztiválon 35 óvoda, 750 kisgyermeke közül választják ki a DVT-ke és Miskolc Népkert Valán utánpótlás csapatába a legügyesebbeket. Ma 21 csapat 250 óvodása mutatta meg sportra való rátermettségét a Miskolci Egyetem sportcsarnokában. Na, álljatok be ide gyorsan! A csapatok lázas izgalommal készültek a feladatokra. Mindenki kapott mezt, a játékszabályokat is megbeszélték, és a jó kívánságok sem maradtak el. Rúgjatok sok-sok gólt, hiszen a fociért jöttünk ma ide. Az apróságok gyakorlott mozdulatokkal rúgták a labdát, és az ügyességi feladatokat is játékosan és fegyelmezetten végezték. Futást, biciklizést. Egyedül szokták csinálni? Anyáékkal. Az Eszterlánc néphagyományőrző óvoda 2 éve 14 gyerekkel kapcsolódott be a Bozsik programba. Azóta a Magyar Labdarúgó Szövetség minden évben sporteszközökkel is támogatja az óvodát. Heti 1 óra külön programot jelent, ez délutáni elfoglaltságot jelent a gyerekeknek, ahol igazából a foci mellett sorversenyeket, ügyességi feladatokat és mindenféle sportos tevékenységeket végzünk, és nagyon örültünk a lehetőségnek, az MLS által kapott, fölajánlott sportszereknek. Miskolcon már több mint 750 óvodás kapcsolódott be a Bozsik programba.
A napokban a gyerekek fociznak és csoportos készségfejlesztési játékokban mérik össze tehetségüket. A Miskolcovi Körzetfesztiválon 35 óvoda, 750 kisgyermeke közül választják ki a DVTK és a Miskolc Népkert Volán utánpótlás csapatába a legügyesebbeket. Ma 21 csapat, 250 óvodása mutatta meg sportra való rátermettségét a Miskolc Egyetem sportcsarnokában. 35 résztvevő óvoda közül, miután ugye több napra tudjuk megszervezni a 35 óvodának a részvételét, hiszen 70 sportcsoportban 750 kisgyerek sportol a Bozsik program keretein belül, ezért nem egy napra szervezzük, hanem a fesztiválokat 4 naposra tervezzük. Legközelebb február 26-án és 27-én a Könyves Kálmán általános iskolában csak nem 400 gyerek méri össze tudását a Teremtorna fesztiválon. Több mint 1200 okosóra Miskolcon, az önkormányzati intézményben ezekkel mérik a fogyasztást. 1,5 milliárd forint, tovább javul a fogyatékkal élő gyerekek iskolai nevelése, felzárkóztatása. Rózsák és szívek minden mennyiségben, Valentin napján minden a szerelmesekről szól. Éjszaka még havazhat, de holnap napközben már a napot is láthatjuk. Az időjárásról bővebben híradónk után hallhatnak. Miskolcmával holnap este 6 órakor is várjuk Önöket. Híreinket, riportjainkat megtalálják a minap.hu-n is. Várjuk észrevételeiket, írjanak nekünk az info@mikon.hu e-mail címre. Híradót készítő kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, további szép estét kívánok, és ne feledkezzenek meg az esti csókról. Viszontlátásra!